Advent utolsó hétvégéje is tartalmas programokkal telt Tamásiban. A negyedik gyertya lángjának felvillanását követően a tamási koncertfúvós zenekar által életre hívott dallamok töltötték meg a rendezvényteret. A szervezők idén is törekedtek rá, hogy tartalmasan teljen az ünnepi várakozás időszaka Tamásiban. Advent utolsó hétvégéjét kicsit kibővítettük, hiszen utolsó advent vasárnap előtti szombaton is már vártuk a látogatókat a rendezvénytérre, hiszen a város két olyan művészeti csoportja is fellépett, akikre nagyon sokan voltak kíváncsiak. Egyikük a Würcz Ádám Általános Iskola énekkara, a másik pedig a Tamási Koncertfúvós Zenekar. De ezen a két napon profi fellépők is színpadra álltak, a szombati napon Heinz Gábor Biga és Kontor Tamás élő gitáros koncertjét hallgathattuk meg, vasárnap pedig Horváth Csárli, mondhatjuk azt, tette fel a koronát az adventi rendezvénysorozatra. Ez a két koncert csak úgy valósulhatott meg, hogy a városban élő magánszemélyek, különböző cégek, vállalkozások vezetői áldoztak erre, és adományaikkal segítették a művelődési központot, ebből tudtuk ezt a két koncertet is megvalósítani. Nehogy várni ki tovább. A tamási adventi vásár volt az egyik helyszíne az idén 75. születésnapját ünneplő Charlie országjáró turnéjának. Lezárás a karácsony és új év között lesz az arénában, de előtte még számos városban fellép, így azt gondoltuk, hogy ebbe mi is csatlakozunk, hiszen tényleg ez a 75 év, ez egy olyan évforduló, amikor Magyarország egyik ikonikus muzsikusa, azt gondolom, hogy ilyen életművel a hátam mögött nagyon-nagyon örültünk, hogy ő vállalta ezt a téli, kinti, szabadtéri fellépést. A tér ez alkalommal is megtelt baráti társaságokkal, családokkal, akik szerettek volna együtt hangolódni a szeretet ünnepére. Az egybegyűlteket a település polgármestere köszöntötte advent utolsó hétvégéjén. Advent negyedik hétvégéjén vagyunk, és itt a Túrmezei téren Tamási központjában az imént gyújtottuk meg a negyedik gyertyát, a szeretet gyertyáját. A szeretet gyertyája azt is jelképezi, hogy a szeretet gyertyája nélkül nem éghetne a másik négy gyertya, mert a szeretet gyertyája táplálja az összes többi gyertyát. Én azt kívánom a szívekben, az otthonokban, hogy lobbanjon lágra és égjen egész évben a hit, a remény, az öröm és a szeretet gyertyája. Sokan voltak kíváncsiak az összefogásból megvalósult koncertre, de nem csak ez mozgatta meg az ünnepre készülődő tamásiakat. Igazából nem feltétlenül miatta jöttünk ki. Barátok, baráti társaság, együtt legyünk, együtt ünnepeljünk, emiatt igazából. Nagyon jók ezek a karácsonyi ünnepi, ünnepi vásárok, mindig kijövünk, minden hétvégén kijöttünk, nagyon várjuk Barnussal a karácsony, ez lesz neki a második ünnepe velünk együtt. Igazából már most mond egy-két szót, karácsony világít, úgyhogy nagyon várja már ő is. A rendezvénytéren alkalom nyílt a karácsonyi ajándékok beszerzésére, számos kézműves portéka közül válogathattak az érdeklődők. Amíg a legkisebbek a körhintán pörögtek, addig a felnőttek a forró italokat kortyolták a baráti beszélgetések mellett a tamási idei utolsó adventi vásáron.